Üdvözlök ismételten mindenkit, minden látható ez a tó. Látszik az idő, melyre ködös is van. Mesterséges tó lett képítve. Nagyon sok köznép, munkás osztály ide szokott járni, fürdeni meg horgászni. Látszik, hogy is lett kialakítva ez a hétesítés, hogy oda lett bágaroltatva föld. Eléggé csúnyán néz ki. Annyit kell megállítani, mostani áttartói ezek a hitvány palesztin árulók. És el vannak körülött vele, hogy mennyire is jó ez a tó, milyen nagy turisztikai látvány. Valósában csak árkok lettek kiásva, és úgy lett elárasztva ez a terület. Távolból nem annyira látszik, vannak a villanykarók. Régebben nem tó volt, hanem egy szintben lehetett a másik felével. Kuntónak kb. Ilyen a nagyon mélysége, kb. Olyan 3-4 méter. Ilyen árok lehetett a másik felén is, mivel lett árasztva. Víz, ami itt látni lehet. Területét. Talán, hogy ez is lett betonozva. A strand részéhez. Itt van a térképe. Halászterülete neki. Bácska-Topola vízterülete. Egészen elér a területe a Kis-Beográdig. Kb. Ahol én vagyok, ott vagyok a Szalmaticánál történni.
miket stilos a november, szeptember 15-ig venni? Látszódik. Be a területnek a vízszintje. Nincs annyi. Locsolás. És a figyelmeteket szavaztok.